Szerdán a továbbjutás szempontjából is, de lélektanilag is nagyon fontos meccset nyert meg a Bajnokok Ligájában a Szolnoki Dózsa. A Mladosz Zágreb elleni 11-8 igencsak jó hatással volt a játékosokra. Kellett már mindenkinek egy kis győzelem, a lelkeknek plusz pont, és így még van esélyünk ugye bejutni a legjobb nyolcba a BL-ben. A legkevésbé sem megbántva a kaposváriakat, azért nem ugyanaz a kávéház, mint a Mladoszt. Ám rendkívül sokszor elpattintott, ennek ellenére nagyon is igaz megállapítás, hogy a kötelező győzelem olykor nagyon nehéz tud lenni. Fizikálisan jól felkészített csapat, ugye sokat kell utazni, úgyhogy nem számítok egy könnyű mérkőzésre, de győzni megyünk azért Kaposváron. A kaposváriak eddig egy döntetlent kapartak össze, ezzel a B csoport utolsó helyén állnak. A Magyar Kupa csoport selejtezőjében és az alapszakasz őszi körében sem volt kérdés, hogy a kettő közül melyik a jobb csapat. Nem kell őket lebecsülni, mert a Kaposvár egy nagyon jó csapat. Én kemény játékra számítok tőlük, ők amúgy is egy ilyen kemény, verekedős csapat volt mindig. De hogyha úgy tudunk játszani, ahogy szerdán, akkor úgy érzem, hogy nem lehet gond, és hát a szerdai hibáinkat itt ki tudjuk javítani, jobban odafigyelni. A Kapos TV jóboltából a szombaton 16 órakor kezdődő mérkőzést az Olaj TV honlapján is élőben lehet majd követni.